Ó, ez de jó, gépalkatrészek és raktár. Egyébként igen, azt bevallom őszintén, tartsom a balegé gombot, hogy mozgass a zsegeret arra, mert az ajtót szeretnéd mozgatni. Nyomd le a jobb egérgombot, hogy becsapd vagy kicsapd az ajtót, hogy merre nézel. Jó. Nagyon örülök, hogy becsapódott mögöttünk az ajtó egyébként, viszont... Már egyből így kezded a játékot, komolyan mondod? Egy kicsit... azt a mindenét! Aha, ott áll a fiú. És valamit csinál. Miért nem lehet olyan egyéni történetet csinálni, hogy ahol nincsen szörny, csak így vagyunk, így el vagyunk, így megyekettünk, így nyugodtan az éjszakákban. Én meg pár haver, ugye. Esküszöm, jobban fogy az egyéni történetekben az olaj, mint amúgy fogyott. Basszus. Hú, ez ijesztő volt egy nagyon picit. Igen, most is gyorsan dolgozni kell, mert a lámpásom az hamar ki fog fogyni. Jó, a játék ilyen szempontból nem volt kedves, mert ezt ki se tudtam volna skippelni. A karakterem kapásból felé ment. Találtunk kulcsot, illetve kötelünk is van. A mi a faszomat, balúgy? A zavaró eseménynek vagy szemtanúja, az ront az elmállapodon, növelheted a logikai feladatokat, oldasz meg, vagy tovább haladsz. Hát nekem be kellett csuknom. Muszáj volt. Muszáj volt becsukni. És az a helyzet, hogy ezen kívül még van három egyéni sztori, amit szerettem volna végigjátszani. Az elmállapod veszélyesen leromlott, próbálj világosban maradni. Hát itt vagyok, már benne vagyok a gyertyában. De valami sebez. Jó, egyelőre nem bánthat minket elméletileg, azt mondta a játék. Ha van is itt valami. Jó, ez legalább zárva van. A játékot, ha megbízunk benne. Nem bánthat minket, tehát nem szabad izgulni, srácok, hát. Olyan mondom. Aha, de becsukja most az ajtót. A másiknál meg mondjuk nem tudom, hogy mi volt. Most. Anya, nem bánt minket végül is. Csak akkor bejövünk. Ha itt is van egy fölhúzó. Jó, akkor nem ijedünk meg. Azt a mindenit. Aha, ott van fent a szörny. Á, fenne egye meg, akkor már erre se tudok visszajönni. Hú, ez betöri amúgy! Jó, fáklyák nagyon nincsenek. Na, előbb szörnyhang volt, aztán hirtelen mégse.
Itt meg van egy önálló lámpácska. De bejövünk. Ez mit csinál? Ajjaj, ajjaj, ott már van valami. Ha ez nem tudok. Ne nézz túl sok, ezért engem rontja az elmeállapotodat, és végül meg fognak látni. Jó, nem nézek oda, nem nézek oda! Aha. Aha, és akkor a kutyus ilyenkor szerinted mit csináljak? Jó, amúgy ez vázli volt. Na mi van itt? Ki van ott? Mutasd magad! Szekrények vannak, nagyon nem tudok semmit se eltenni, illetve van egy pohár. Jó. Oké, van itt valaki? Aha! Az őrség odaállt az ajtóba. Meg mint szét nyikorogja. Hús! Hova? 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 És nincsen lámpásom! Nem nézünk vissza, nem is tudnék visszanézni, az egér nem is úgy működik, ahogy kellene neki működnie. Nem hiszem el, hát komolyan mondom, ezeket nem szeretem, ezeket a futásokat! De legalább itt egyszerű a dolog, balra kell menni. Folyamatosan. Jézusom! Oké, még megyünk, még megyünk. Jó van. Egyelőre oké. Itt valami történik. Áh, itt gondolom be kell menni az ajtón. De valami szerszám, aki lehet nyitni ezt az... Csináljad! Mi az, hogy nagyobb erőre van szükség? Ránk csukodott nagyon az ajtó, itt van valami. Most piros vagy lila szín. Köszönöm, de ró, igazad van. Istenem. Jó, akkor elméletileg teljesen vissza kell menjek. Nem már játék, amúgy nem már. Basszus. Well, ne. Hoppá. Hoppá, a lámpásunk, ne! Ajtó. Most akkor menjek előre? Jó, ajtót megnézzük még egyszer. Na, és elméletileg ez az utolsó. Ha fölmer valaki támadni, szerinted ne támadj föl. De fú, te! Jó, megvan. Mit csinálsz? A kalapást elővesszük. Jöjjek, köcsög. Na, erre le kell jöjjek. Meghalok itt, hogy leesek? Persze, hogy meghalok, hát miért ne halnék meg? Hussám, már vissza kell futnunk a cuccokhoz. Bemegyünk. És... erre nem tudtam jönni, ugye? Hát teljesen vissza kell jöjjek. De most ez komoly játék. Tehát itt vagyok a teljes sötétségbe, nem tudok mit csinálni, és akkor még ijesszünk meg azzal, hogy akkor
Még tegyél rá te is egy teljes sötétséget, hogy bármikor, bárhol jöhet egy alak szembe velünk. Azt se tudom, hogy hova kell menni. Ez nem arra volt. Itt van valami. Itt a lámpáskánk. Köszönöm szépen. Ha gonosz lennék, azt mondanám, hogy odaadhatta volna a jobb kezét. Hoppá. Vagy nem kérted meg? Nem, akkor teljesen nem kell majd visszamennem. De... le kell menjek, nem a létrán. Betettük a cuccokat. Ja, itt a végén még azért egy kis ijeszgetés, persze, hogy majd kellett természetesen, hát miért is, ne, hát furcsa lenne az amnézia szörnyek nélkül, ugye? Aha, és miért őrzi a liftet, ha szabad érdeklődnöm? Már nem azért a 20 fillérén mondom, hogy nagyon gond lenne egyébként, de szerintem a lifttel kellene majd valamit csináljunk, viszont hogyan jöjjünk el onnan, hogyha a szörny ott van? Akkor valamit találnom kellene, valami követ, amivel el tudnám terelni picit a figyelmét. Úristen, most én sem látok egyébként konkrétan semmit a játékból. Vissza kell mennem, bátornak kell lennem, az a felvonul az egyetlen kiút. Hát de mi az, hogy bátornak kell lennem? Most csak a mit akarjuk a pucsikát, itt babát, na. Akkor fogja meg a kalapácsot, ezt üssem szét a csávót? Hogy mi van akkor, hogyha mondjuk elhozom onnan? Tehát én direkt elcsalom. Hé, szörny, itt vagyok! Hú, de kim van amúgy a segge öcsém. És a kalapáccsal lecsapom? Na, nem. Jó, hanem futkározunk egy picit. Megkerültem a sast. De az a baj, nagyon lassúak vagyunk. Lehet, hogy ki fog nyírni. Sőt, valószínű. Igen, nagyon, nagyon itt van már. Azt a mindenit! Nincs hová futni egy felvonóban. Igaz egyébként, tényleg nincs. Ne! Menjél karakter, fussunk! Fussál már, fussál! Én nem leszek az ételed, én nem! Elestünk! Innen fogjuk folytatni. Na de akkor csináljuk is. Igen, ott meg is jelent az alak. Itt azt kell csinálnunk, hogy a kulcsot ide be kell helyezni, és be kell menni az ajtón. Oké. Okay. Itt a kapun azt hiszem nem tudok bemenni. És akkor itt azt hiszem a dobozoknál voltunk. A dobozokon kellett volna felugrani. Akkor még a végén egy kis szörny is vár ránk, most nem irányítom semmit.